Rektorok és más egyetemi vezetők jelenlétében szalagvágás után adták át a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot Nyírbátorban. A felújított volt gimnáziumi épületben idén ősszel indítja el egy-egy képzését a Debrecen és az Óbudai Egyetem. Mint a központ igazgatójának köszöntőjében elhangzott, a közös sikerek elérése érdekében fontos az együttműködés, de nem csak a felsőoktatási intézményekkel. Kiemelném a térség nagy vállalkozásait, KKV szektorait, akik többek között a BMW beszállító partnerei, de kiemelném a multinacionális cégek közül a Koloplastot, az Unilevert, a Dielt és a Rosenberger Magyarország Kft-t, tehát ők a második fontos tényező, és a harmadik kiváló tehetséges fiatalok élnek a térségben, Nyírbátor és térségében, és sokan szeretnének itt helyben boldogulni. A közösségi felsőoktatási képzési központokat a hátrányos helyzetű térségekben hozzák létre. A nyírbátori célja is az, hogy helyben tartsa az itt élő fiatalokat. A helyi közösségi kereső Nyírbátor egy komoly fejlődő iparral rendelkezik, és ennek az iparnak ennek vannak olyan igényei, hogy szakembereket próbáljunk meg Nyírbátorban tartani és Nyírbátorban képezni. Azért jó ez a képzési forma, mert ez egy meglévő egyetem képzése, vagy a debreceni jelen esetben, vagy az Óbudai Egyetem képzése, viszont részben vagy teljes egészében Nyírbátorban folyik. Azok a fiatal emberek, akik elmennek Budapestre tanulni innét, nagy valószínűséggel nem jönnek vissza. Akik itt tanulnak, azok jobban fognak kötődni a helyi cégekhez, jobban fognak kötődni a közösséghez, tehát nagyobb az esélyünk arra, hogy itt maradjanak, és a közösségnek legyenek hasznos tagjai. A térség országgyűlési képviselője szerint ehhez az is szükséges, hogy az itt működő szakképző intézmények profilját az új felsőoktatási központ képzéseihez igazítsák. Hogy így azok a fiataloknak zöld út legyen a diploma megszerzéséig, akik a szakképző intézményekbe tanulnak. Tehát én nagyon reménykedek abban, hogy ez a lehetőség újabb munkahelyeket fog teremteni itt a választókerületünkben, jelesül azoknak az embereknek, akik itt élnek. Mint a város polgármestere hangsúlyozta, a cél nem egy felsőoktatási kampusz létrehozása volt, hanem egy új lehetőség nyújtása azok számára, akik társadalmi, családi vagy egyéb körülmények miatt korábban nem tudtak egyetemi képzésben részt venni. Ősztől államilag támogatott levelező formában akár munka mellett tudják elvégezni a mérnök informatikus, illetve a vidékfejlesztési agrármérnök szakot, előbbire 20, utóbbire 30 főt tudnak idén felvenni. A képzési paletta azonban később bővülhet. Ez az első lépcső, ez csak az indulása ennek a történetnek. Az nagyon fontos, hogy ilyen típusú képzéseket csak akkor lehet és kell megvalósítani, ha egyébként erre piaci igény van. Ezért is nagyon fontos, hogy az itt működő, a térségben működő nagy vállalatokkal folyamatos az együttműködés, és olyan szakokat indítunk be a jövőben is, amire valódi piaci kereslet van. Tehát olyan szakmák, amelyek az itt működő cégek növekedéséhez, technológiai fejlődéséhez, a piaci verseny szempontjából számukra fontos. Ezért elsősorban nyilván az élelmiszeripar és nyilván a műszaki, gazdasági területen a termelői szektor biztosításához szükséges felsőfokú képzéseket fogjuk elindítani a jövőben is. Az esemény végén a szanakötéssel egybekötött zászlóavató után a díszvendégek a központ két oktató termét is megtekintették.